Sziasztok, jó reggelt! Újra itt vagyunk az építkezésen. Nézzük is meg, hogy mit fogunk csinálni. Ami még hiányzott, látjátok, ott bent van az oszlop. Még ide kell berakni egyet és kettőt, azt hiszem. Talán lehet, hogy még valahol oda is egyet, hármat. Szóval három oszlop, illetve a fogópárakat kell berakni. Nem lesz minden egyes szarufa közben, hanem ahol a toldások is vannak, azok után lesz felrakva. Illetve rakjuk fel a talpszelemenre az XPS táblákat, illetve a front XPS táblákat OSB lap lesz szarufa közökbe betéve, és akkor ha az is megvan, akkor utána rakhatjuk a deszkát. Van itt fenn most már egy jó nagy adag, ez egy jó részére elég lesz. Körülbelül ezzel fogunk kezdeni, úgyhogy vágjunk is bele. Talán most látszik, hogy miért nem OSB lapozunk. Ugye egy ilyen meredek tetőnél, hogyha OSB lapot raknánk, akkor nem tudnánk kihagyni ilyen kis közöket, ahova be tudunk állni, vagy be tudunk lépni. Ezért szeretünk jobban deszkát használni. Egy ilyen meredekebb tetőnél, mivel ha OSB-t raknánk, akkor ilyen nude-fédereset használnánk, és ott nem tudunk kihagyni egy ilyen csíkot, ahova beállunk.
vagy talán ez a legfontosabb oka annak, miért deszkát használunk OSB lap helyett. Srácok megcsinálják a deszkázást, illetve befejezik azt a kis részt, ami még elmaradt. Addig én az ablaknak a kiváltását megcsinálom, mivel mind a két tetőablaknál egy szarufa belelóg. 114-es a tetőablakunknak a szélessége, úgyhogy semmiképp nem tudtunk olyan szarufa közöket csinálni, hogy ne kelljen kivágni egy szarufát. Szóval én ezt megcsinálom, addig a srácok itt befejezik a deszkázást, de majd a ablak kiváltásról később mutatok egy-két képet. Srácok kimérik az eresztegélynek a helyét, megcsapják a felső vonalát. Abban az esetben, hogyha nagyon precízen pontosan van leszabva és meghajtva az eresztegély, akkor ez egy jó megoldás lehet, hogy az eresztegélynek a felső vonala meg van csapva, és akkor ahhoz lehet rakni. Általában nekünk ezzel nem szokott gond lenni, de azért a biztonság kedvéért rá szoktunk ellenőrizni, illetve mielőtt átszegeljük teljesen, előtt azért belenézünk az élébe, hogy szép egyenes legyen. Mai napra a Jani lett a bádogos, ő rakja fel az eresztegélyt. Refának a P10-es antracit színű lemezét rakjuk fel, ez lett meghajtva és most felszegelik.
mivel meredek a tető, azért nem tudunk megállni. Így úgy döntöttünk, hogy a fóliát fentről rakjuk lefelé. Hát elég brutálisan fúj a szél, de ez már megszokott, amikor fóliázunk. Ahogy haladunk lefele a fóliával, úgy rakjuk be azokat a deszkákat is, amiket meghagytunk, illetve amiket kihagytunk, hogy be tudjunk oda lépni. Első oldalon félbehagytuk a fóliázást, nagyon fújt a szél, nem tudtunk mit csinálni, úgyhogy átjöttünk az utca felül oldalra, és akkor itt deszkázunk. Következő napunk az építkezésen, fél tíz perce. Nekiálltunk ezt az oldalt belécezni, hogy látjátok, kb. Fél magasság meg is van. Van két segítségünk, Lajos bácsi meg a Johnny, őket már biztos láttátok. A Szabi, a Jani és a Johnny a túloldalon még befejezi a deszkázást, kihoztuk a deszkát is, ami még kellett. Mi meg akkor itt mérjük ki a lézsorokat, felüssük, egy-egy szeggel megakasztuk, és akkor utána szegbelövőben majd csak szépen át lesz lőve. Az a célunk, hogy jól lenne, be lenne fóliázva, ellenlécezve mindent, meg itt a hátsó oldal belécezve, aztán meglátjuk, hogy meddig jutunk. Úgyhogy csináljuk is. Thank you.
ahhoz képest, hogy február eleje van, tiszt tavaszias az idő. A srácok annyira nekivetkőztek, hogy egy szál pólóba dolgoznak. Ilyenek a férfiak Magyarországon, illetve a magyar férfiak Ausztriában. Már csináljuk a fóliázást az utca felül oldalon. Fentről rakjuk lefelé, mert így akkor utána tudunk egyben rakni ellenléceket, ahogy a hátsó oldalon is láttátok, ugyanazt fogjuk csinálni. És akkor hárman csináljuk a Szabival meg a Janival a fóliázást. Johnny rakja be a deszkákat utánunk. Lajos bácsi meg ott vakarózik a sarokba. Úgyhogy elég jól haladunk. Jó lenne még ma az ellenlétet mindenképp rátenni. Sikerült felraknunk a fóliát erre az oldalra is, minden második ellenlécet felraktuk, hogy így már a szél tudja, hogy nem fogja elvinni. Még ugye láttátok, hogy egy darab fólia hiányzott, azért gyorsan elmentem, megvettem, és akkor még oda kell egy három szál ellenlécet feltenni, és akkor már ennyi. Holnap innen folytatjuk, befejezzük az ellenlécezést, meg lécezünk, és pénteken jön a darab, hogy felteszi a cserepet. Úgyhogy holnap a létezéssel biztos meg leszünk, még lehet, hogy egy kis bádokozás, hogy annak az előkészítése is belefér, meglátjuk majd, hogyan alakul. Úgyhogy fejezzük be gyorsan, pakoljunk össze, és akkor innen fogjuk holnap folytatni.